Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják június 13-án, csütörtökön. Tartsanak velünk ma este! Az egészséges étkezést és életmódot népszerűsítő programokat szerveztek az elmúlt másfél évben a Tatai Diákotthonban. Lezárult a menőmenzák pályázat. Hétvégén szervezik meg a 20. Tatai Sokadalmat, különleges programokkal készülnek a jubileumi rendezvényre. A nyári vakáció veszélyeire hívja fel a figyelmet a rendőrség. Új sportjátékot mutatott be az Áhi Jóga Egyesület. Számos az egészséges étkezést és életmódot népszerűsítő programot szerveztek az elmúlt időszakban a Tatai Diákotthonban. A menőmenzák pályázat keretében főzőversenyeket, egészségnapokat rendeztek az intézményben. Felújították a tankonyhát, ivókutat telepítettek, és egy új magas ágyást is kialakítottak. A program zárásaként ma rövid összefoglalóval és a témában meghirdetett tablókészítő verseny alkotásaiból készült kiállítással várták a szülőket és a gyerekeket. Záró programjához érkezett a menőmenza projekt. A tavalyi évben ugyanis 20 millió forintot nyert egy pályázaton keresztül a Komárom-Esztergom megyei óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium kéz a kézben alapítványa. A projekt célja az egészséges életmódot népszerűsítő események szervezése volt a fiatalok számára, amelynek utolsó állomása az eddigi tudásból és élményekből szerzett tablókészítő verseny volt. Jelenleg egy örömteli fázishoz értünk, éppen egy egészséges életmód táplálkozás témakörében meghirdetett tablókészítő verseny eredményhirdetésére kerül sor, és mivel itt az év vége és a nyári szünet, ezért úgy gondoltuk, hogy ez méltó befejezése is lesz ennek az egész programnak. Az összes osztálycsoport részére hirdettük meg, egy-két csoport kivételével mindenki adott le pályaművet, és hát igazából az, hogy mennyire tudták egy kicsit a tanultakat az elmúlt egy évben megismert információkat megjeleníteni ezen a plakáton, és hát nyilván az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, ez volt a vezető szempont. Az intézmény, pontosabban a pályázatban közreműködő dietetikus, illetve a művészetben jártas kollégák, grafikus kollégák voltak a zsűri tagjai. Sportszereket kapnak ajándékba. Tulajdonképpen ez, én azt gondolom, hogy az egész iskola számára egy olyan kihívás volt ez az egész egy év, aminek valahogy úgy éreztük, hogy ebben nyilatkozik meg az elért eredménye, hogy mi maradt meg a gyerkőcökben, és azáltal, hogy mondjuk itt ezen a falon elhelyeztük, folyamatosan részévé válhasson az életüknek. És hát igaz, tulajdonképpen csak a sporteszközökkel egy újabb lépést szeretnénk tenni a szabadidő hasznos és egészséges eltöltése felé. Próbáltunk a szellemükre és a fizikumukra is hatni. Én nagyon remélem, hogy azokkal a különböző eszközökkel, amiket így a pályázat folyamán tulajdonképpen megalkottunk, mondjuk így, nagy segítséget kaptak ahhoz, hogy az életben egy kicsit másképp szemléljék és a mindennapokban a dolgokat. Gondolok itt a felmérő kérdőívtől kezdve a tankonyhának a felújításáig, ahol olyan foglalkozásokat tudnak tartani, ahol az egészséges életmód táplálkozás előtérbe kerülhet, illetve hát az étkezésre használt étkező is megújult, hogy így mondjam, és egészséges életmódot szimbolizáló táplálkozási piramis kerül elhelyezésre, az asztalokra okostányérokat ragasztottunk, tehát minden étkezésnél, amikor bemennek az ebédlőbe, akkor ezt látják, és én azt gondolom, hogy kizárt, hogy amikor éveken keresztül ezt látja, ne ivódjon be valami. És hát nyilván a dietetikusunk is nagyon alapos munkát végzett, a gyermekeknek a sajátosságait figyelembe véve építette fel a tananyagot, úgymond, és azt gondolom, hogy még ma egy totóval megfeje ezt az egészet, tehát készítettünk alsósoknak, felsősöknek és speciális szakiskolásoknak egy olyan totót, amiben megpróbáljuk egy kicsit visszacsatolni azt, hogy mi az, ami nekik megmaradt magából a programból és magából az egészséges életmód gondolataiból is.
A Tatai Kenderke Néptánc Egyesület június 14-e és 16-a között 20. alkalommal rendezi meg a Tatai Sokadalmat. A jubileumi népművészeti fesztivál többek között Herzku Ágival és a bandával, hazai és határon túli hagyományőrzőkkel és a Fitos Dezső társulattal ünnepel. A háromnapos népművészeti fesztiválon közel 500 program várja az érdeklődőket az Angol Kertben. Jubileumi 20. alkalommal várja az érdeklődőket a Tatai Sokadalom. Június 14-e és 16-a között az Angol Kert ad otthont a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola által rendezett háromnapos rendezvénynek, ami megszokottan idén is sok újdonságot tartogat a látogatóknak. Az elsődleges célunk az, hogy a hagyományokat hozzuk elérhetően a közönség elé, amihez támogatást kapunk a polgármesteri hivataltól, mert a rendezvény, mint kulturális esemény ingyenesen látogatható. Nekünk fontos az, hogy az autentikus hagyományokat megmutassuk a népművészet minden területéről. A vásárban a kézművességet, a színpadon a néptáncot, a zenét. De az is fontos, hogy a mai kor embere azt is lássa, hogy ebből a forrásból hogyan lehet a mai embernek szóló ízlésvilágra is leképezni ezeket a színpadi történeteket. Tehát ilyen alapon való feldolgozások is megjelennek minden műfajban. A következő kiemelt dolog, minden a gyermekekért van, és ezért a vásárnak, illetve a rendezvénynek a telepítésénél figyelünk arra, hogy a családok minden tagja kortól, nemtől függetlenül találjon magának programot, lehetőleg belátható területen belül. Volt, aki megkérdezte tőlem, hogy akarunk-e nagyobbá kinőni. Én azt gondolom, hogy nem kellene. A parkban van ugyan még lehetőség arra, hogy a rendezvény egy kicsit terjedjen területileg. Azt gondolom, hogy a legelső szempont mégiscsak az, hogy ebben a festői, gyönyörűséges környezetben megtalálja mindenki a szórakozását, és a szórakozása legyen olyan, hogy a mai embernek szóló, ám de a népművészeti gyökereink, az identitásunk táplálja az egész programot. A Sokadalom minden generáció közkedvelt rendezvénye. A Kenderke alapfeladatának tartja a legfiatalabb korcsoporttól a hagyományőrzést, így a fesztiválon is számos program várja már a gyermekeket is. Nagy szeretettel várjuk őket koncertekkel, illetve ilyen interaktív ringatókoncerttel is. Továbbá nyitva lesz a játszónk idén először végre péntektől is, és bár agyagozással készültünk, de tegnap pont összekészítettük a dolgokat, és gyorsan beraktuk a babamosodát, mert ha 30 fok fölött lesz, akkor ez is jól fog jönni. Rengeteg bábelőadás fogja őket várni a játszó környékén, és a vásárosok között is, hála Istennek, akad olyan kézműves, aki a gyermekeket célozza meg. Gyermekesnek lenni nem csak azt jelenti, hogy a gyermekeket ott neveljük, hanem a szülőknek is pont ez az érzékeny időszak arra, hogy változzanak. Bár a tatai közönség nagy kedvence a fesztivál, idén már több testvérvárosunk is bepillantást nyer a sokszínű, jubilláló rendezvényre. Én azt gondolom, hogy minket egy abszolút családbarát rendezvényként tartanak számon, és azért ennek mindig is híre van. Azzal, hogy a rendezvényünk ingyenes, így minden család nyugodtan megengedheti magának, hogy kijöjjön, jól érezze magát, tényleg kikapcsolódjon egy nyugodt környezetben, nem egy óriás vásári forgatagban. Nyilván az itt is sokan vannak, de azért egy nagyobb fesztiválhoz ezt nem tudom összehasonlítani, de pont ez az értéke, a belsőségesség, a családiassága, és bizony ez a mai embereknek ez egy nagyon fontos szempont tud újra lenni. Idén is verje tehát az érdeklődőket a Tatai Sokadalom, többek között egy öreg táncos találkozóval és néptáncgálával is, de a háromnapos rendezvény meg annyi programot és élményt tartogat a látogatóknak. A nyári szünidőre való felkészüléssel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. A programon érintették a nyílt vízi fürdőzés veszélyeit, a fesztiválokon való helyes viselkedést és az internet használat veszélyeit, valamint a kábítószer fogyasztás következményeit is. Sajtótájékoztatót tartott a Tatabányai Rendőrkapitányság a nyári szünidőre való felkészülésről. A végéhez közeledik ugyanis a 2018-2019-es tanév, így a fiatalok a szabad idejükben számos veszélyes helyzetbe is belecsöppenhetnek, amit ha felelőtlenül kezelnek a tanulók, komoly következményekkel is járhatnak. Azt gondolom, elsősorban a vízben történő tartózkodás szabályi volt, amikor a kollégák felhívták a figyelmét, itt a különféle vizek, az átlátható, az átláthatatlan vizek, akár a medencébe történő beülés, ugye az alkoholfogyasztás és a víz kapcsolatára beszéltek a fiatalok.
dolgokban beszéltek, a fellevőtest, a vízben menésnek a veszélyeire, az internet használat szabályaira, az internet használattal kapcsolatos veszélyekre, adatainak a megadásának a tilalmáról, beszéltek a zenehallgatással kapcsolatos figyelemfelhívásra, ugyanis több esetben fordult elő az, hogy valaki a fülében különféle zenéket hallgatva keveredett a főútra, vagy valamilyen más veszélyes helyzetbe, és ott baleset áldozatává válhatott esetlegesen, de a kábítószer mindenféle formájának az elfogadásával, annak a fogyasztásával és az ehhez kapcsolódó egészségügyi és egyéb problémákról szóltak kollégáink. A felhőtlen szórakozásból bizony könnyen baj keletkezhet, ugyanis a fiatalokból álló társaságok gyakrabban motiválják egymást a nem feltétlen etikus tettekre. A saját tapasztalatból annyit tudok mondani, hogy a legalábbis az én ismeretségi köröm azért tudja, hogy hol a határ. Tehát persze bulizni jár mindenki, és igen, az ember azért nem egy ilyen félelemmel vagy rossz érzéssel megy el egy ilyen eseményre, viszont azért az ember tudja azt is, hogy hol a határ, tehát hogy mit szabad még és mit nem, mi jelenthet esetleg veszélyt. A szünidő közelettével tehát fontos, hogy a szülők is elbeszélgessenek gyermekükkel a felelős szórakozásról, de természetesen nem csak a vakáció ideje alatt szükséges a kötelességtudó magatartás. Egy Japánban elterjedt sportjátékkal gazdagodott az Ahi Yoga Egyesület kínálata. A távol-keleti országokban népszerű grundgolfot az Eno lakóinak mutatták be a napokban. A szórakoztató játék nem nehéz, fejleszti a koncentrációt, így kortól, nemtől függetlenül bárki kipróbálhatja. Néhány speciális fából készült golfütő, labda, a lyukakat helyettesítő zászlók és egy füves terület. Csupán ez a néhány dolog elegendő a grundgolf játékhoz, amelyet mostantól Tatán is kipróbálhatnak az érdeklődők az Ahi Yoga Egyesületnek köszönhetően. Én úgy tudom, hogy ez Japánból származik, sőt még úgy tudom az előtti időszakból, Tibetből, de Japánban terjedt ez el, és ott sok százezeren játszak, talán a millióan is. Igen, fogyatékkal élők is, meg idősek, fiatalok is játsszák ezt, egy nagyon elterjedt sportjáték. Ez a golf mindenki számára szól, hisz a golf úgy tudjuk, hogy a gazdagok számára elérhető, drága sport. Itt ez igazából bárhol eljátszható, bárhol megcsinálható, ahol füves terület van. Kimegy piknikezni, hogy bárhová is viszi magával, és jó levegőn van, koncentrál, játszik, bárki beállt. Azért kell hozzá egy ilyen bójás zászló, de hát igazából ezt is be lehet szerezni, ütő, meg egy labda, ennyi. Ez a játék nagyon jó lesz a fogyatékkal élőknek, mert először is kijön a szabadba, másodszor megtanul egy kicsit még jobban koncentrálni, friss levegőn van, mozog, koordinálja, úgyhogy ez egy jó összetett sportág, ami szerintem fejleszti őket. A Magyar Grundgolf Egyesülete, mi kötöttünk egy szerződést, ők hozták ezt be, és mi vagyunk neki a partner, bár szerintem bárki megtalálja ezt, de mi Tata környékén mi szeretnénk ezeket meghonosítani. De lehet, hogy nyáron lesz egy pár hét nyári szünet a tatai diák otthonban képzelhető, de folytatódni fog természetesen ez a program, és szervezni fogunk különböző iskolákba, otthonokba, meg szerintem ki a kastélytar térbe is szervezünk ilyen találkozót. A TOP CELD konstrukció keretében megjelent a Tatahelyi Akciócsoport épített és természetes szabadtéri közösségi terek és zöld felületek infrastruktúrális fejlesztése eszközbeszerzés című helyi pályázati felhívása. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 millió forint. A helyi támogatási kérelmek benyújtására augusztus 5-éig van lehetőség. A pályázati dokumentáció letölthető Tataváros honlapjáról. A Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes június 19-én 10 és 12 óra között tartja következő fogadónapját hivatalában a rendőrségen. Az Ady Endre utca 27-es szám alatt várják a hozzáforduló lakosokat. Ezen a hétvégén rendezik meg a 20. jubileumi Tatai Sokadalmat. Péntek délutántól szeretettel várnak minden érdeklődőt. 3 órától az óvodások műsorát nézhetik meg az érdeklődők pénteki napon, majd ezt követően délután 16:30 lesz a tisztás tánc és a hivatalos megnyitó. Este 20:30-tól a Fitos Dezső Társulat a Falu című produkcióját nézhetik meg az érdeklődők, majd szombaton és vasárnap szintén egész nap koncertekkel, hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket.
A tatai német nemzetiségi önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt június 16-án 2 órára az Esterházy Pezsgő gyárba. Nemzetiségi zenei fesztivált szerveznek, szeretettel várnak minden érdeklődőt a koncertre. A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2019-es nyári országos kampánya a Legyél képben nálunk című fotópályázat. A pályázatra augusztus 31-éig várják a képeket. Bővebb információ, regisztráció és a képek beküldésének menete a www.legyélképben.hu weboldalon olvasható. Most pedig következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Az egészséges étkezést és életmódot népszerűsítő programokat szerveztek az elmúlt másfél évben a tatai diákotthonban. Lezárult a menőmenzák pályázat. Hétvégén szervezik meg a 20. tatai sokadalmat, különleges programokkal készülnek a jubileumi rendezvényre. A nyári vakáció veszélyeire hívja fel a figyelmet a rendőrség. Új sportjátékot mutatott be az Áhi Jóga Egyesület. Június 13-án, csütörtökön Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták, köszönjük figyelmüket. Maradjanak velünk, hiszen a folytatásban következik Közéleti Kerekasztal című műsorunk, amelyben a magyari konferenciáról láthatnak egy rövidebb összefoglalót. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!